A roma holokauszt emléknapot azért augusztus 2-án tartják meg, mert 1944-ben ezen az éjszakán közel 3000 romát gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Az összes áldozat száma a II. Világháború alatt ettől jóval több volt, mint ahogyan azt Jan Herro romaügyi kormánybiztos is felidézte, akinek kollégája olvasta fel a beszédét. Spoločne precitujeme, čo si museli vytrpieť obete neľudských činov a nacistických praktik. Rómsky holokaust bol pre nás dlho neznámy a nepoznaný. O tom, že v roku 1939 až 1945 v Európe zahynulo takmer 500 000 Romov, sme sa nedozvedeli ani v škole, ale ani od rodičov. Hájos Zoltán polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy szlovákiai magyarként megérti a zsidó és a roma közösséget, hiszen az itteni magyarokról még közel 8 évtized után sem törölték le a kollektív bűnösség bélyegét. A szervező Romológiai Kutatóintézet a rendezvénnyel minden évben emlékeztet a II. Világháború alatti borzalmakra. A holokauszt ma is jelen van az életünkben, csak más-más formákban. És ezeket a formákat mindenféleképpen fel kell saját magunknak ismerni, hogy megelőzzük tehát azt a gyűlöletkeltést, ami a roma közösség ellen napjainkban szinte divattá vált. Sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a többségi társadalomnak rólunk, romákról pozitív értelemben megváltozzon a vélemény. A rendezvény végén a szokásoknak megfelelően nagykövetségek, intézmények, szervezetek és pártok képviselői koszorúval rótták le kegyeletüket a roma holokauszt emlékműnél.